Az embereket a saját érdekükben kell rászoktatni a rendszeres ellenőrző vizsgálatokra, mondta dr. Bojan Pajtics, a tartományi kormány elnöke, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet fennállásának 90. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen, majd hozzátette. A Vajdasági Közegészségügyi Intézet nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre. Annak fontosságát már gyermekkorban tudatosítani kell. Már a kicsiket szükséges rászoktatni arra, hogy odafigyeljenek egészségükre, járjanak rendszeresen vizsgálatra, sportoljanak, táplálkozzanak helyesen, annak érdekében, hogy egészséges felnőttekké és a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak. Ono što je naš zadatak je da upozoravamo da pratimo zdravstveno stanje. A mi feladatunk, hogy figyelemmel kísérjük a lakosság egészségi állapotát. Ezért arra kell ösztönöznünk az embereket, hogy igyekezzenek tenni is valamit egészségük megőrzése érdekében. A rendszeres vizsgálatok az orvossal való jó úgymond partneri viszony kialakulását eredményezhetik. Az intézet jelenleg több mint 250 személyt foglalkoztat. Vannak köztük mesteri, illetve doktori fokozattal rendelkező szakemberek, továbbá bizonyos szakterületek specialistái is tevékenykednek az intézetben. A jelentőség az intézetnek megnőtt azáltal, hogy gyakorlatilag mindegyik területi intézet jelentési kötelezettséggel bír a központi intézet felé, úgy a fertőző betegségek, demográfiai adatok, környezetvédelmi tényezők, illetően, tehát itt egy olyan adat halmaz fog összegyűlni, amely alkalmas lesz arra, hogy az elemzés után befolyásolja az egészségügyi politikát a Vajdaság területén. Az ünnepségen az újvidéki Gyura Danicsics általános iskola diákjai egészséges ételeket népszerűsítettek.